Mielőtt azonban elmesélem a történetemet, arra szeretnélek kérni titeket, hogy gondoljátok egy picit magatokra. Gondoljátok át, mi az a két tulajdonságotok, ami először eszetekbe jut, ami leginkább meghatározza a személyiségeteket, és aminek a mentén a legtöbbször gondoltok magatokra. Amikor 16 éves voltam, az én két legfontosabb tulajdonságom az volt, hogy meleg vagyok, és hogy nagyon szeretek olvasni. Ennek a kettőnek lehet szólag semmi köze egymáshoz, de ez nincs így. Amikor kezembe veszek egy könyvet, azt várom tőle, hogy kapjak valamit. Hogy több legyek általa. Hogy hozzá tegyen a személyiségemhez és a világképemhez. Az elmúlt években én nagyon sokat kaptam könyvektől. Megtudtam például, hogy vannak más melegek is. Megtudtam, hogy más melegeknek is ugyanazokon a problémákon kell átesniük, és ugyanazokat a kérdéseket kell megválaszolniuk, amikkel én is találkoztam. A könyvek mutatták meg, hogy hogyan tudom elfogadni a saját melegségemet, és a könyvek segítenek megérteni saját magamat. Biztos vagyok benne, hogy ezen könyvek nélkül én ma egy egészen más ember lennék. Persze ez nem volt mindig ilyen egyértelmű számomra. Tél volt, sötét volt kint. Bezáráshoz készült a városi könyvtár. Én mindig a hátsó sorokban olvastam, mert ott voltak a szürke, kopottas, de nagyon kényelmes fotelek. Ahhoz, hogy onnan előre menjek el, kellett mennem a szabad polcok mellett, ahol a könyvtárosok a frissen visszahozott könyveket pakolták. Csak futólag akadt meg a szemem egy borítón. Nem volt semmi érdekes, csak feltűnt. Két férfi állt rajta. Én még ekkor nem igazán fogadtam el a melegségemet, és nem akartam saját magam előtt sem lebukni. Így hát tovább sétáltam, hiszen engem az ilyenek nem érdekelnek, nincs közöm hozzá, nem is értem, miért gondolkoztam el rajta. Aztán persze győzött a kíváncsiságom. Tényleg egy meleg könyv volt és én kikölcsönöztem. Olvasni kezdtem a vonaton, persze akartam végig a borítóját, féltem. És nagyon örültem is. Addig eszembe se jutott, hogy lehetne meleg könyveket olvasni, az igazat megvalva nem is hallottam arról, hogy volnának ilyenek, és ez megnezítette a dolgomat, amikor a második, a harmadik, a többedik ilyen könyvet szerettem volna. Az első könnyű volt, rám talált, mondhatni belebotlottam, de a következőket már keresnem kellett. Azt tettem, amit bárki tett volna. Beírtam a Google -a, keresőbe, hogy meleg könyvek. Kidobott néhány listát, meg további homályos utalásokat könyvekre és címekre. Sorba olvastam ezeket, de gyakran nem azt kaptam, amire számítottam. Volt, hogy nem éreztem valódinak azt a konfliktust, amit leírt. Volt, hogy csak egy-egy jelenete rég be meleg szereplő, és volt olyan is, amikor egyszerűen nem értettem, hogy kerül a könyv az adott listára. Egyedül voltam. Úgy éreztem, hogy az, ami engem a legjobban meghatároz, az nem érdekel senkit. Azt reméltem, hogy rá akarodtok majd egy hiteles oldalra, ami leírja, hogy egy adott könyv a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű témákon belül milyen kérdéseket vet föl, és milyen területeket mozgat. Nagyon akartam, hogy ez az oldal létezzen. Rengeteget kerestem, mert bőven túl voltam a Google második oldalán is. A hetek, ami alatt ezeket a könyveket kerestem lassan, hónapokká, aztán évekké váltak. Ez idő alatt nagyon lassan rájöttem, hogy nekem nem csak hiányérzetem van az LMBT könyvek iránt való párbeszéd után, hanem mondani valóm is volna róla. És egyszer csak elegem lett. Négy évvel később, egy februári kedd estén. Megint vettem egy könyvet, amiről nem tudtam, hogy miért meleg könyv. Gyűlöltem, hogy magamra vagyok hagyva a problémával, dühösen aludtam el, forgulottam egész éjszaka, és reggel kidobott az ágy akkor hoztam létre a blogomat. Hirtelen döntés volt, így napokig nem volt rajta bejegyzés, de én mégis nagyon büszke voltam rá. Nem gondoltam, hogy bárkit érdekelni fog. Nem gondoltam, hogy valaha része lesz az életemben. Nem beszéltem a motivációimról, mert feleslegesnek éreztem, és nem írtam a terveimről sem. Az igazat megvalva terveim nem is voltak. Minden jól ment így egy teljes hónapig, aztán rájöttem, hogy nem tudok blogolni. Hiányzott a saját hangom. És nem is értettem, mit bohóckodok, amikor a bejegyzéseimet úgyse olvassa senki. Úgy éreztem, képtelen vagyok kitartani mellette. Feladtam. Aztán március végén Tétút Krisztin egy pódium beszélgetésen vett részt az Egyetemen ahol a több éve működő online magazinjáról mesélt. A beszélgetés egy pontján azt mondta, ha van egy tartalmad, ami neked hiányzik és meg tudnád csinálni, akkor csináld meg. És nekem pont volt egy tartalmam, ami hiányzott. És a Détót Kriszt azt mondja, hogy egy ilyet meg lehet csinálni, akkor miért is ne gondolnám át újra, hiszen Détót Krisztának csak elhiszi az ember, ha ő azt mondja. Újra gondoltam az egészet. Rájöttem, hogy korábban azért nem éreztem jól magam bloggerként, mert ezt az átgondolást ezt én nagyon meg akartam úszni. Persze tisztáztam magamban, hogy egy igényes, átgondolt, felhasználóbarát és jó látható blogot szeretnék. Viszont nem egy olyan blogot képzeltem magam mögé, aminek a két legfontosabb tulajdonsága közül az egyik az igényes, a másik meg a felhasználó barát. Olyannak képzeltem, amilyen a kedvenc kávézóm körút mellett egy kis utcában. Könnyen megközelíthető, kellemes szó szól, kávé illat van, ismernek a baristák. Olyan érzés belépni hozzájuk, amit máshol nem kaphatok meg. És én ezt szerettem volna bemutatni a blogon. Hogy milyen vagyok én, aki a blogot írja. Őszinte akartam lenni, és nem csak szavakban, hanem mondatokban és gesztusokban is. Egy kellemes helyet szerettem volna létrehozni a blogom mellé, ahova jó megérkezni és ahol jót maradni is. Lazán akartam csinálni, de szenvedélyesen, mert ez végül is csak egy hobbi, ami az évek során a szenvedélyemmé vált. Lelkes akarok maradni. Meg akarom mutatni, hogy bele tudok szeretni egy-egy könyvbe elemzési lehetőségeket akarok felvillantani, amik aztán mások olvasmányélményeihez is hozzá tehetnek. Cserébe van, hogy vége láthatatlanul hosszú, élőbeszédszerű mondatokat használok, tele kötőszavakkal, pláne hozzátoldásokkal, sőt, néha még smiley is használok. Emberi és őszinte akarok lenni, mert tudom azt, hogy milyen volt 16 évesnek lenni. Egy olyan blogon dolgozom, mi már olyan két és fél éve hétre a hétre, amire ha 16 évesen rátalálok, azt remélem, hogy őszintén örülök neki, és szívesen maradok. Rá kellett jönnöm, hogy ezt a blogot én elsősorban magamnak csinálom. Hogy legyen végre valami, amit komolyan gondolok, és nem akarok feladni. Minden posztot úgy fejezek be, hogy könyvekkel a szivárványik, mert én ebben hiszek. És most nem az a fontos, hogy mit jelent a szivárvány, hanem az, hogy olvasással egyre közelebb kerülünk valami jóhoz. Én ebben egyre jobban hiszek. És tudok jobbat is, mások is hisznek benne. Nekem és a blognak is sokat kellett tanulnunk magunkról, de lassan rájöttem, hogy van közösségem. Emberek úgy járnak a blogomra, hogy én a kedvenc helyemre járok. Emberek, akik eddig egyedül érezték magukat. És most együtt építünk egy nagy, közös hálót magunk között. Beszélgetünk. Támogató megjegyzéseket és építő kritikákat kapok. Segítséggel fordulnak hozzám, mert ez a háló olyan, amit megérzünk, hogyha valahol megsérül. Problémákkal fordulnak hozzánk, mert ez a háló olyan, ami elkapna, ha esnél. És én ezt nagyon szeretném jól csinálni. Sőt, és ezt még soha senkinek nem mondtam el, de vannak pillanatok, amikor már most is azt érzem, hogy jól csinálom. Képzeld el! Ez olyan, mintha a körülötted ülőknek ugyanaz volna a két legfontosabb tulajdonsága, és ők benned bíznának, hogy együtt létrehozzatok valamit, ami nektek igazán fontos, és ami igazán rólatok szól. Ez csodálatos érzés. Annyira jó, hogy néha még mindig nem hiszem el. Néha még mindig nem hiszem el, hogy ez a szenvedélyem más embereket is érdekelhet. Néha még mindig beírom a Google-ba, mint régen, hogy melegkönyvek. És látom, hogy az első oldalon ott az én blogom. A blogunk. A szenvedélyem. Az, amit annyira kerestem 16 évesen.